A kedvező időjárás beálltával az északbácskai gazdák minden rendelkezésükre álló pillanatot a vetésre fordítanak. Annál is inkább, mivel a hosszúra elnyúlt hideg időjárás miatt jelentős késésben vannak. Vinko Stánt, így kisboszniai termelőtől azt kérdeztük, hogy áll a tavaszi vetéssel. Szetos rész, papacseri, szetos rányom a zsita. Tiszt, csim stignem admács, mikor én szetom. Miszínű, hogy bikájem, de egy pocsét köszönjük. Az északbácskai gazdák jelentéktelen száma kezdte el eddig a tavaszi vetést, amiben a Szabadka környéki falvakban tett körsétánk során is meggyőződhettünk. A termelők már most attól tartanak, hogy az idei vetés is drága lesz, és az is aggasztja őket, hogy nem tudják, mekkora támogatásokra számíthatnak. Nem, ami puno visodgára, de se van a približmoi, hrvatskoi, magyarskoi, oni dobijo 300-500 euro po hektara, mi dobijemo 120-300 euro. I to kad dobijemo? A tavaszi vetést megelőzően javában tart a búza fejtrágyázás az északbácskai határban, ahol több mint 20 ezer hektárt vetettek be ezzel a kultúrával. Iván Pécs, kisbosznyai termelő szerint a búza lehetne jobb állapotban is. Ha relatívno, szerintem szolidno stány, ma de moglo bi biti bolje, ima ne svakako, pšenice na svakako njiva ima i dobre, a ima koje još i zato i dohranjujemo još jedan put oko. A ja sad, to sad sve kad odbiješ od onog što ćeš dobiti za pšenicu, ani ne znaš koliko što dobiti, onda vidjet ćemo. A szabadkai határban idén több mint 50 ezer hektáron kell elvégezni a tavaszi vetést. A termelők zöme úgy kalkulál, hogy kukoricát érdemes leginkább vetni, így ennek a kultúrának a magja több mint 40 ezer hektáron kerül a földbe. Napraforgót közel 10 ezer hektáron vetnek, a cukorrépával és a szójával bevetendő területek nagyságba pedig elenyésző Északbácskában.